Szevasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, egy kis szombati sör szólsz pénteken. Mert most pénteken van sör, ugyanis holnap nem lesz sör. Stream az valószínű lesz, legalábbis remélem, de sörözés az ma van. Úgyhogy üdvözlök mindenkit! Egyébként meg folytatjuk a Dark Souls-t, mert hát hibát követtünk el, mert kimaradtak dolgok. Úgyhogy ezeket most pótolni kell. Úgyhogy ez lesz a mai program. Sziasztok, szép estét! Nézzük is, hogy hol tartottunk. Igen. Szóval, az a helyzet, hogy mentünk egy boss fightra, csak hát nem volt meg hozzá az eszközünk, úgyhogy most elmegyünk, és megpróbáljuk megszerezni. Alapvetően itt a Darkroot Gardenbe, nem a Basinbe, hanem a Gardenbe kimaradt egy pár boss fight, úgyhogy köszi a tippet, Nevermind. Ránézek majd. Oké. Okay. Szóval... igen. Ott még körbe kell néznünk. Én nem tudom, hogy maradhatott ki ez a terület. Hogy nem jutottunk el oda. Ó, oh, oké. Okay. Nincs a button sub. Jó, pótolom. Csak nem most. Az... Most... Shit! Na. Szóval... nem tudom, hogy maradt... Nem erre jöttünk föl a Darkroot Gardenbe, hanem fölbattyogtunk. Tehát nem a létre jöttünk föl, hanem fölbattyogtunk valahogy itt, innen a basinből. Nem is pontosan emlékszem, hogy hogy. Én nem tudom, ezek szerint kimaradt, mert ott ugye legyőztük azt a pillangót, most filozofálok, hogy mi lehetett a gond. De igazából tök mindegy, már az a lényeg, hogy meg kell oldani. És ott emlékszem, volt egy épület, de ott be volt zárva az ajtaja. És ott mondtátok, hogy az ilyen opcionális terület nem olyan érdekes. El volt dugva, igen, a bejárat. Fura minden esetre. Ráadásul úgy, hogy egy nem opcionális boss gyakorlatilag, tehát muszáj. Hát, muszáj megölni, muszáj. Hát, na, jó, jó megölni. Na, maradjunk annyiba. Azt nem tudom, hogy ami ott van a... New London Ruins-ba boss, amihez nem tudtunk bemenni, az opcionális-e vagy kötelező? Ezt nem tudom. Mert ha az opcionális, akkor ez is. Igazából. Na mindegy, nem filozofálok. Négy király kötelező, akkor nyilván ez is kötelező, mert ez dob előfeltétel itemet. Vagy hát olyan itemet, ami kell. Harmadik? Mi harmadik? Ja, ha, ja. Nem, az nem ér, hogyha én vagyok az el... Én nem lehetek első. Már így a nézők érkezését tekintve. Hát én ezekkel gombákkal őszintén szóval nem akarok hadakozni. Továbbra sem. Szóval... Csak így körbefutunk. Ott az épület. Csak tényleg körbe akarok nézni, hogy... Erre mi van? Ott van egy ajtó.
Nem tudom, akkor az zárva van? Egyáltalán le tudunk oda? Hát leesni le tudunk. Ja, itt le is tudunk menni. Megnézem ezt az ajtót. Nagyon fénylik. Volt nálunk valami, amivel ki tudtuk ezt nyitni? Ezek szerint. Ez nagyon ilyen boss arénának tűnik, nem tudom ti hogy vagytok vele. De lehet, hogy nem az. Itt egy színegy kard. Meg sok kicsi. Nem volt köd, de volt ajtó. Meg az első találkozásnál nem mindig van köd. Hello! De én nem akarom... Rám hívják a petát. Az igen. Dogó. Elfogyott a stamina. Ó, bleed el, az nagyon jó. Oké. Okay. Na, Covenant of Artorias, akkor ez kell a... ahhoz, hogy ahhoz a bosshoz le tudjunk menni. Szuper! Bementem a hasa. 40 ezer szól. Az igen. Az menő. Bár mondjuk... hát itt már... szűk kettő szint. Ez gyorsul. Hát igen, mert erősek vagyunk. Ez itt mi? Hornet ring. Na. Azt mondja, hogy kaptunk egy Hornet ringet. Boost critical attacks. Akkor ez... Oké. Okay. És akkor itt van a Covenant of Arthuris Traverse Abyss. És akkor ezt majd föl kell tenni, ha odaérünk. Jó, na, a főnök megvolt, úgyhogy ennek örülök, ezt gyorsan letudtuk. Iszok is, mert ki is száradtam. Egészségetekre. Köztes kisfőnök, oké. Okay. Érdekes ez a sör. De jó, kicsit gyümölcsösebb, mint az én ízlésemnek megfelelne, de... de legalább nem az az aromás szar... nem szar, bocsánat, mert lehet, hogy valaki szereti, én nem szeretem ezeket az ízesített söröket. Annyira nem ízesített még, de jó gyümölcsös. Jó, menjünk tovább.
Igen, arról jöttünk. Itt van a sok-sok gomba. Jó, elmegyünk arra az épület fele. Hát, mert ott át lehet ugye menni egy hídon. Igen, azon a... Nem, azon jöttünk. Igen, onnan... Hát ilyen, egy erdő az ilyen, ott el lehet tévedni. Ott van a híd, amire gondolok. Igen, jön a borsodi szitu. Takeshi a Netflixen ment? Ugye az Altered Carbon Netflixes. Múlt időben mondom, de nem is vagyok benne biztos, hogy vége. Mikor a második évadot még nem láttam. Meg kéne nézni. Igen, ott van a szólunk. És az a baj, hogy... ezek respawnoltak. Nem jó helyen vagyunk. Na, most már jó. Na, a második évadot még nem láttam, őszintén megmondom. Négyezer szó van nálunk. Oh, shit. Haza kéne menni mi? Vagy hát haza, hát... Na, értitek. Hát... Tudom, ez a játék easy módja. Jó, mire kéne adni? Nem volt nálunk heal, az a baj. Egy szintet tudok lépni. Hát kettőt, ha van nálunk szól. Mennyi kell? 1300. Soha nem fogom megjegyezni, hogy ezek a szólók mennyit érnek. Nem vagyok hajlandó. Na jó. Oké. Lassan amúgy tényleg Takeshihez is el kéne menni. Van nálunk ember is. Meg hát... szerintem nyersanyag is. Már hogy Chunk. Na most már Chunk kell, ugye? Titan egy Chunk. Ja. Na jó, megnézzük ezt a területet. És akkor elmegyünk Takeshihez, utána meg megyünk, megnézzük ezt a Abyss boss-t. Úgy vettem egy másik sört is. Ha nem merülök ki teljesen így a hétvégére, akkor még fölbontjuk ma azt is. És ilyenkor lenne jó, hogyha menet közben át tudnám írni a bot konfigot. Ugye? De nem baj, hogy leállítom, azt elindítom újra.
Jó, tudom, Nevermind, hogy nem jó állandóan nyitogatni, meg csukogatni a fájt, ezt értem. De mondjuk a DB-vel is ezt csinálod, nem? Tehát a DB-file. Szóval akkor lehetne a config-file is. Igen, mondjuk, ha sokat spamelnék a parancsot, akkor... Ja, csak ha volt változás, hát... Hát remélem, hogy van változás, mert hogyha nincs változás, akkor az... Az nem jelenti jót. Vagy... Na, az még mondjuk 200 IQ lenne, hogyha innen a chatből tudnám átírni. Az menő lenne. Tehát itt beírom a chatbe, hogy per sör. Hát igen, mondjuk nem biztos, hogy ilyen Twitch parancsa. Hát akkor felkiáltójel új sör. És beírom a sörnek a nevét, és... Átírja. Na. ZH-ra készülés nem helyett, hanem után. Ez egy érdekes feladat lenne. Hát érdekes, hát na. Ez a beszéd Nevermind. Persze, hogy megoldható. Van, beszartál. Hát főhílet. Nem baj. Oké. Okay. És még ott van egy. Ó, de kár, hogy itt nem lehet lopakodni. Így észrevesz mi? Nem is tudom, hogy ebbe lehet-e lopakodni. Hát lehet. Ó, shit. Nem akartam seggezni. Petrol. Igen, nagy a izéje is. A tartása. De a seggezőt ő se bírja. Oké. Sedít Adri, azok nagyon rosszak azok. Hát Sedít Adri, ez ízlés dolga, tudod. Tehát ez... Ha nem szereti, nem szereti. Én meg azt nem szeretem, hogyha lekardoznak. Meg ilyen mindenféle varázslós akármicsodával jönnek. Ó, ott egy másik ajtó. Csak nem ez az az ajtó, aminek a másik oldala... Tehát ennek a másik oldalával találkoztunk, ugye? Vagy nem? Nem biztos. Mondtátok, hogy itt valami
árustól kell megvenni a kulcsot hozzá. De lehet, hogy ez másik, persze. Hol a fenébe vagyok? Jönnek a bokrok is. Hello? Shit. Oké. Ez mi volt? Tekesinél lehet 20k-ként megvenni a kulcsot. De az, ez az ajtó? Mert akkor... fölösleges megvenni. Ez az az ajtó. De ennek a másik oldalán voltunk... fönt. Szóval akkor... 20k-ért fölösleges megvenni, ha... tehát, hát gondolom ez az, hogy akkor a... nem a létrán kell följönni a hidránál, hanem itt át tudsz jönni. Tetszetős. Csak nekünk nem jó. Így se jó. Nem így se jó. Gyengusok vagyunk hozzá. Nevermind, az a baj, hogy igen, tehát kell a ringnek a hely, úgymond, tehát ha most el is bírnám, akkor ha vissza kell raknom az Abyss előtt, akkor megint lecserélni a gúnyát. A Elden Ringet akarom ilyen varázslósan végigvinni. Sima New Game-mel, tehát nem New Game plusszal. Szerintem a kövi végig egyszer se az lesz. De az majd szerintem csak a DLC után. Innen jöttünk. Akkor ez ennyi? Mert ott vissza lehet venni. Ja nem itt mi... Ez mi? Mi ez a város? Város, hát kastély. Itt voltunk?
Na mindegy. Hát akkor valószínűleg ez ennyi. Jó, hát a boss megvan, területet körbejártuk. Szerintem akkor vissza kéne menni Takeshihez, nem? És jobb ötletem nincsen. Ja, én itt más tényleg nem látok. Nem, akkor ez a boss maradt el. Hát még erre eljövünk, bár... Teljesen eltévedtem. Hogy kerültünk? Na várjál, itt a létre, amin föl tudunk jönni. Én miért nem jöttem el erre soha? Jó, furcsa, de mindegy, itt még erre elnézünk. Most álltam rá készen, hogy eljöjjek erre. Ó, hát ez remek. Na mi van? Jó hosszú pecke van. Ez baj. Hát, ha nem haragszotok. Van sok. Egyet elhasználunk. Hol volt ez a lövöldözős hülye gyerek? Á! Viszlát! 5000. Hát annyira azért nem volt nehéz. Ott volt egy híd. Teljesen el vagyok tévedve. Nem, az a híd, amin följöttünk. Igen. Pff,
Na jó, a kérdésem az, hogy van-e itt még valami tennivaló? Ez a kérdés. Ott van a zárt ajtó. Város háttér híd, az a Firelink Shrine-ból megy. Oké. Tehát a Firelink Shrine irányából lehet megközelíteni. Jó, szerintem akkor menjünk. Hát megint hazamegyünk így. Ha megengeditek, nem akarunk most itt sokat vacakolni. És akkor elmegyünk Takeshihez. A Sunlight Oltár, talán. Volt még itt NPC. Nem. Hát akkor Firelink. Nem, Undead per is. Mindjárt megnézzük. Igen. To me. Andre of Astora gets the job done. You shall see. Okay. Aludni kell, vagy? Vagy csak nem találom. Reinforce weapon, nem? Na várjám. Nyomok egy resetet. Hát itt sincs. De, ja várjál, lehet, hogy... Nem kellett valamit csinálnunk. Tízes az úcsi. De nem kellett vele valamit csinálni. Most így mondod ezt az Ascendet. Odaadtam az embert, igen. Figyelj már, Takeshi! Most akkor mi van? Volt nálam kettő? Akkor kettő volt nálunk, ezek szerint.
De az úgy, hogy ezzel se tudjuk. Get yourself killed, neither. Mi a... A scalinget látjátok? Miért ez... Miért veszem ki? A scaling. Na. Oké. Okay. És akkor ez tovább nem is lehet, mert kaptam egy achievementet, hogy strongest weapon. Akkor a plusz 15 a legerősebb? Vagy lehet még ascendelni majd? Tehát az alap, az... Krisztál plusz 5-re. És ahhoz mi kell? Vagy... Most adtunk neki Dark Embert is. Nem értem én ezt a fegyver erősítést. Gondolom ez látszódik is. Dark Ardákot, oké. Okay. Tehát Crystal Ember kell. Akkor, ha jól értem. Sejtad, igen. Nem baj, hülye gyerek. Nem baj, hogy nem érted. Mi így is szeretünk. Végülis ez a fontos. Nekünk az lenne jó. Már csak azt kéne tudni, hogy a Crystal Ember hol van. Léphettünk volna szintet. Szerintem van nálunk annyi szól, hogy tudjunk. Duke's Archives. Oké. Okay. Az... Az nincs már messze. Szerintem. Bár nem biztos. De mintha úgy rémlene, hogy... Guy szerint az már... Lassan aktuális. Aha. Na. Mennyi kell? 11 000. Hát megnézzük. Szerintem van annyi, amúgy. Ó, meg van ilyenünk is. Akkor lehet, hogy el kéne ugrani a... A jányhoz, a pók jányhoz. Jó, Soul of Sif. Ez mire jó nekünk? Ez a kutyának a...
Hát a pók hiány, tudod, a... aki a erősíti a flaskot. Vagy mit? Na, érted? Pókjányhoz gyűrű kéne? Nem akarom elvenni feleségül. De nem tud nekünk flaskot? Gyűrűvel tud csak. Ja, jó, oké. Jó, szuper. Na, akkor léptünk szintet, fejlesztettünk a kardon, fejlesztettünk az Estuson. 10 healünk van. Tudjátok, mi nincs nálunk, szerintem. Tudjátok, mi nincs nálunk. Körsz. Oké, okay, nevermind. Hát akkor azt a szólt is megesszünk majd szerintem, mert akkor ezek mind Greatsword, szóval... csak befutok, az kész. Hát igen. Végülis most pont nincs mit veszítenünk. Még oda kéne találni. Igen, a Greatswordok általában strength weaponök. Meg maga a requirementje is olyan, hogy szerintem... Hát nem nagyon tudnánk... max ilyen nagyon early game strength weaponöket használni. Ugye strengthre nem igazán adtunk. Szóval... Whatever. Jó, akkor itt le kéne menni a lifttel, ugye? Az maga nagyon vagány lesz. Animation közben nincs sebzés. Csak utána. Jó lesz ez. Mi nem lehet a szellemen átmenni? Nem tudom. Majd elmegyek, és megkérdezek egy szellemet. És nemrég hallottam, hogy van ez a... az ország legkísértettebb faluja, Plakni, Kentben van, szóval nem biztos, hogy valaha is elmegyek oda, de ott van egy ilyen erdő, ez a neve, hogy Screaming Forest. Ezek nagyon félelmetes. Majd elugrok oda és megkérdezem egy szellemtől, hogy mi újság. Mondjuk ott van az a fickó, akitől lehet venni. Csak az a baj, hogy oda is el kéne jutni. Az fönt van valami tetőn. Arra emlékszem.
De oda szerintem rengeteg szellemen átvezet az út, úgyhogy... Nem can't, hanem cannot. Igen. Meg can't. Ahogy a helyiek mondják. Szólt fölvesszük. És nézd meg! Na jó, most át tudok menni rajta. Viszlát! Hello! Baho volt, az inkább amerikai. Meg itt vannak ezek a gyökerek. Hát... Talán erre volt valamerre. Hagyjál. Nem erre volt mi? De! Jó is! Oké, na. Kösz. Ha. Oké. Ezt nem akartam. Van. Oké. Már csak egy van. Egy van. Hol van? Ó, ott van. Big-headed Lord Soul, ki sem bírom mondani. Bigweed, hogy kezd kimondani? Whatever. Oké. Megöltük. Megvan a bonfire.
Beak Vedid. Oké. Okay. Mi kell 400 szól. Na hát, egészségünkre. Nem, négyen voltak. Jó, itt van egyébként valami? Tudom, az a hely, vagy Abyss, szóval elvileg nem, de gondoltam, megkérdezem. Vagy innen mehetünk tovább. Menő amúgy, hogy ilyen, hogy itt semmi nincs. Five. Nem csak négy volt. Négy volt csak. Ez érdekes. Négy, ja, négy volt. Hát mindegy. Ez lehet, bekapcsoltam a easy módot. Jó. Más nem tudok itt csinálni. Ugye? Itt akkor ez ennyi. Megnézhetném én is. Meg hogy merre kell tovább menni. Hát itt ír egy ilyet, hogy speak with Kati, vagy Katie, vagy Kate, nem tudom, hogy mondják. Illetve ilyen, hogy join the dark race, az optional, meg game state dependent, szóval lehet, hogy itt már ennyi. Úgyhogy akkor Duke's Archives, valószínűleg az következik. Jó, hát az meg Anor Londóból. Jó, akkor irány Anor Londó, igen. Jó. Oké. Okay. Most nem tudom, hogy ez a szól ad valamit, mit ad amúgy? Még ezt átme... Ó, hogy ez nem adott szólt. De akkor ez mit adott? Nem adott semmit. Used to fear the Lord Vessel. Bequeathed Lord Soul Shard. Ja, itt van. Jó, akkor ez key item valamire kell majd. Van még két emberünk. Ezeket is odaadhatjuk Takeshinek. Final boss állakhoz kell. Oké. Okay. Jó. Hát... Én így megeszem a szólókat.
Hát, ha tudunk még szintet lépni. Persze nem biztos. Nem is tudom, mennyi kell. Level up. Ó, még 1100 kell. Hát... kincsapjunk le valakit. Hát, ők ketten vannak, ott is ketten vannak. Jó. Nem kockáztatunk. Nem mintha messzire kéne menni, de... jó. Begyújunk még egyet. Minek után csak egy van. Na, akkor szintet lépünk. Ezt elküldjük 60-ig, és akkor adunk még egy kicsit a Vitality-re. Csak egy picit, hogy ne fájjanak annyira az ütések. Meg úgyis most fejlesztettük a flasket is. Szerintem akkor érdemes egy kicsit a HP-n is növelni. Nem ezt akartam. Jó. Nem tudom, van itt mondandó? Hello? So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you her wish will be granted. Ó, és jó, ő is tudna, de nincs nem kicsi. Hogy ugye mi valamit bűnöztünk, ugye amikor megöltük a festményben a hölgyet, hogy azt le kéne venni? Tehát meg kéne gyónni a bűnünket? Priscilla. Azt hiszem. Már nevére sem emlékszem. Szégyen. Erre van a Duke's Archives közben, ugye? Ezt gyorsan bedobom ezt a kérdést. Lehet, hogy nem. Na, engedj innen. Kösz. Itt volt egy zárt ajtó, amin nem tudtunk átjönni. Elvileg ez kinyílt múltkor. Szóval meg kéne gyónni azt. Igen, NPC hostility szén, igen. Hogy azt meg kéne gyónni, nem? Nem kell, jó van. Az mi? Ő ellenséges, ugye? Annak tűnik. Már ettől mind lódosak vagyunk. Na jó van. Nagyon gyenge a karakterünk tényleg ilyen szempontból. De hát ez egy ilyen build.
Ez egy nagyon-nagyon fancy lift. Minden kristályból van. Vannak vagy ketten. És nem kicsit sebeznek egyébként. Oké. Köszi Nevermind a tippet. Menj már a picsába. Na bocsánat. Repkedsz itt. Hát a level design mindig is nagyon jó volt. Ugye a Souls game-ek nagy erőssége volt. Mindig is. És egy lift. Elfogadnád ezt a könyvtárat? Hát igen. Ó. Oh. Na ez bunkó volt mondjuk. Nem hiszem el. De nem mozgott. Ah, shit.
A lány számít, oké. Okay. Nem baj, jövünk megint. És kicsit ügyesebben. Nagyon sok HP-t elhasználtunk a imént. Most majd meghalunk. Ja. Oh, shit. Úgy nem halk egy kicsit a játék, mintha most halkabb lenne. De lehet, hogy csak én kezdek nagyon megsüketülni. Ó, persze, könyvtárban vagyunk, jó, oké. Azért halk. Valóban. Hagyjál már! Hova tűnt a... Föltépézett. Basszik, át tudnak rajta lőni. Ezt nem hiszem el. Na gyere! Megint nincs healünk. Oké. Okay. Mondjuk izénk mindig van humanity-ing. Hát mindig. Van.
Ezt jó összezavartam. Mögé akartam menni. Valaki még itt lövöldöz. Oh shit. Oké. Okay. Jó, és akkor ezzel mit tudok csinálni? Meg tudom ölni. Mondjuk ott mozog. Most látszik. Mi az? De az a lojtalizmán az... Az a mit tudok csinálni? És mit csinál? Drop vagy use vagy mit csináljak? Tegyem be az inventory-ba. És itt júzoljak egy Lloydot. Nem értem. Ja, mint a firebombot, oké. Okay. Jó, Lloyd. Értem. És akkor ezt mikor kell júzolni? Most így. Ó, oh, és akkor most meg tudom ölni. Hát mondjuk megölni amúgy is meg tudtam volna. Ki tudtam volna... Shit. Ja, mert attól még, hogy nyitva... Ah, még van benne item, attól még... Na jó, legközelebb. Ez nem egy titkos fal. Nem. Ez sima láda, ugye? Oké, Twinkling Titanite. Na. C alakú lánc. Na, most már megjegyzem. Ha nem biztos mehet a Lloyd. Igen, jó. Jó, akkor itt mehetünk tovább. Ah, nincs Estusunk. Nem lehetett, nem lehet kiugrani, mert körbeállás van. Jó. Ha már így alakult.
Hú, itt rengeteg kristály van. Itt egy füstkapu. Ó, oh, hát ez remek. Azt mondja... És ezzel most mit csináljak? És mit keresek itt? Vagy ennek így kellett lennie? Gondolom. Hello? Itt egy kígyó. Vagy mi a tököm ez? Jó. Esélyem nem volt megölni, azt sem tudom, hogy kellett volna. Hello, fiúk! Mekkora hangszóró. Hát szerintem ők se egy baráti sörözésre érkeztek. És ha én fölmegyek, akkor mi van? Hova megy? Ha. Ezek nagyon jönnek. Hát jó. Na, szóval itt lehet lemenni. Valahova. Ó, ez egy böri. Ó, oké. Jó, mi onnan jöttünk ki. Jó, oké. It's locked. Nagyon jó, de van nálunk kulcs. Na mindegy, lehet, hogy nem ehhez. Na, ezt ki tudtuk nyitni. Oké.
Oké. Biztos voltam benne, hogy van ott valaki. Na, és akkor... Archive Prison Extra Key. Ha! És akkor lehet, hogy ez kinyitná az, ami ott van fönt. Kipróbáljuk. Szól. Hát nem erre számítottam, de nem baj. A szól is valami. Oké. Menjünk tovább. Itt egy létre. Archive Tower Giant Door Key. Mm-hmm. Oké. Végre. Még ha van valami Aerosmith CD-jük, azt betehetnék. Mint ha valaki pityeregne itt. Ti is hallottátok? Még lehet még arrébb van. De hallottam valamit. Ti is? Mm-hmm. Ez meg mintha valami nagy ilyen óra szerkezet lenne. Vagy hát a fene tudja. Jó. Vagy ők sírtak itt? Mondjuk most már mindegy. It's locked. Lehet, hogy ők voltak. Őket nem kellett volna megölni. Miért nem tudok ide bejönni?
Na jó, hát mindegy, menjünk tovább. Őrházban lesz fent. Jó, csak akkor miért jöttünk el először le? A gájt szerint. Tehát miért kellett ide lejönnünk? Jó, hát mondjuk kulcsokat összeszedtük. Ja, kulcs. Tehát Piszka a nevük. Piszka. Az ilyen halat jelent, vagy valami olyasmi, nem? Pisces, az a hal talán. Na jó, menjünk föl. Ez lehet, hogy nem jó ötlet. Maiden. És az mit tud? Hát... Curse Resist. Abban jobb. Holy Magic cucc, aha. Amúgy Erzsikén jól áll. Nem? Szerintem megy a bőrtónusához. Megyünk egy kicsit ebbe. Mindegy amúgy. Annyira nem számít, hogy milyen páncélban vagyunk, mehetnénk pucéren is. Physical damage ellen egyik sebédet, amit eddig használtunk. Max, ha valami status damage van, ilyen fire vagy valami, akkor kicseréljük, de amúgy. Az a lényeg, hogy ne legyünk fat rollon. Hello? Pucél walkthrough. Hát lehet, hogy mint egy Dark Souls 2-t végignyomhatunk pucéran. Ez egy titkos fal. Nem. Itt nem volt? Hát itt bonfire. Hát épp csak feljöttünk a létrán. Minek lett volna bonfire? Tényleg csak főttünk a létrán. Ez mit csinál? Hogy ugribugrizott? Ah, ott a másik. Itt le lehet esni. Ó, tehát most itt vagyunk fönt. Oké. Jó, erre nem lehet jönni, ezt megállapítom.
Lehet, hogy lesz itt valahol bonfire, de... Hát most nincs. Itt egy lépcső lefele. Azt akarom megnézni, hogy... Itt esetleg egy shortcut... Mondjuk minek lenne shortcut, ha ott a bonfire? Micsoda dodge-ok. Na jó. Meguntam. Na, ez most... Ez nem az a hely akkor. Lehet, hogy ez egy teljesen másik szoba. Ja, jó. Akkor semmi. Nem mondtam semmit. Jó. Akkor itt most lemegyünk a lépcsőn. Az fog következni. Nagyon örülök, hogy ez ott fölmászott arra a könyves polcra. Ez külön-külön egy remek dolog. Ott a bonfire. Könyvespolc tetején láda. Volt a könyvespolc tetején láda? Kinyírtam a széket. Én nem látok. Jó, jönk erre. Nem látom. Nem lehet, hogy itt lesz valahol? Ezt meghúztam, nem tudom mi lesz. És... Hogy ugrabugrált?
Hozza a főnököt is. Ez már az eleje? Akkor itt kinyílt valami ajtó ezek szerint. De ja, igen, ez az eleje. Jó, akkor hát vagy nem vettük észre, hogy itt van átjárás, vagy most nyílt ki valami ajtó. És itt van a láda valahol. Ott. De hogy tudunk? Hogy tudunk ott oda kerülni? Fentebbről. De nem ennyire fentebbről. Mert ez itt akkor megint vissza-vissza boss arénába. Oké, gondolom akkor itt vissza kell Hát velem mi történt? Vissza kell jönnünk, és akkor itt kell valahol föntebb menni, gondolom. És ha itt föntebb megyünk, akkor lehet, hogy föntebb is át lehet menni a szomszédba. Hát nézd. Ó, de jó, hogy... nagyon ügyesek vagytok egyébként, hogy így tudtok lövöldözni. És meg is ölnek. Ezt nem hiszem el. Annyira bosszantó ez. Jó, föltehetnék egy pajzsot. Jó, nem voltunk messze amúgy. Na, itt fölmegyünk még egyet. És elvileg itt is vagyunk. Tehát egyrészt átlőtt az oszlopon, másrészt meg a heal pont nem ment be. Ajjajjajjajjaj.
Oké. Ott a láda. Itt van valami szerkezet. Ja, igen, ne halljak meg. Oké. Gondolom forgás közben kéne ráugrani. Ugye? Hát... Hozok sört. Na, ennek a sornak az a neve, hogy Gardener's Tipple. Ez is egy ipa. Hát... ez egy picit sötétebb. Jó étvágyat, Sedit Adri. Mindenen átlőnek. Nincs fedezék. Vajon mi lehet a baládába egyébként? Biztos valami nagyon értékes dolog. Vicces crossbow? Ez honnan? Ez
csak így, így megérkezett. Na mi van, mi? Fölvettük! 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 Na, meg is nézzük. Hát van nálunk már cucc. Ez mi? Nem tudjuk használni. De ez micsoda? Na mindegy, nézzük már meg akkor ezt a crossbow-t. Dark Hand. Mint a Pyromancy Flame, ah oké. Okay. Mennyire erős? Nem az. Egy kézzel milyen gyengék vagyunk. 10 plusz, ja, hát, ja igen, mondjuk ez igaz. Ez mi volt? Na. Jó, fölvettük, menjünk tovább most már. Én azt mondom. Jó, lecseréljük a gyűrűt. Találni, hogy merre kell menni. Hát nem erre. Mint ha valaki itt topogna. Mindegy. Jó, hát mik a lehetőségek? Equip load. Fire death. Curse resistance. Magic.
Boost Crit. Talán. Item Discovery nem lenne rossz. Kérdés, hogy milyen itemek kellenének. Hát nézzük meg ezt a krites gyűrűt. Mindegy igazából. Equiplódot én nem különösebben erőltetem már, mint mondom, igazából most ha kell ilyen heavy armor, akkor majd rakunk fel. De egyelőre nem. Hát igen, lootot dob az enemy, az amúgy önmagában nem olyan rossz. Itt még nem voltunk. Sorcery. Jó, akkor ezt is lehet forgatni? Ott mi az a lyuk a falban? Itt jöttünk be. Igen. Jó. Akkor elforgatjuk ezt is. Okay. Szerintem ezen a szinten még nem voltunk. Hát, vagy a fene se tudja. Hát, akár lehettünk is. Ugye azt is lehet forgatni. Akkor arra menjünk tovább. Hát, de ott sincs semmi. Oké. Ott van a szól lent a szekrény tetején. Hát nem tudom, tudunk-e itt föntebb menni. Szerintem itt nem. Úgyhogy akkor visszamegyünk. Hát... úgy itt sem. Akkor eljövünk erre. Hát itt még csak a láda... sőt, még láda se volt. A másik irány. Hát de ott sincs semmi. És ott jöttünk be. Egyik erkénő van létre.
Ez egy létra. Annyira rossz, hogy nem tudunk itt gyorsan menni még. Tehát, hogy nem tudunk csak így lecsúszni. Itt van egy kar. Mi történik, ha ezt meghúzom? Kinyílik egy shortcut. Hát ez remek. Akkor ide mi most le is csücsenünk. Jó, hát megnézzük ezt a ládát. Csánk. Rohadt sötét van, de itt nincs más. Úgyhogy akkor jövünk erre. Six Eye Helm of Channelers. Na, ezt föltesszük. Megnézzük milyen. Ez is heavy armor. Hol van? Na, még volt az. Csak én nem látom. Ez fura. Ez a Robof channel. Ó, oké. Bocsi. Már álmos vagyok. Igen, ezeknek a varázslóknak a... Ja. Amúgy menőn néz ki. Chandelier, az a csillár. Csillárosok. Visszatesszük a... Nem a KKK-st, hanem... A Maident. Mondjuk... Na várjatok. Mert lehet, hogy kombinálunk egy kicsit. Ez most ilyen divatnapok. Divat szó az. Fú, itt nem jó a fény, az a baj. Jó, megyünk így egy kicsit. Az alja se rossz. Vagy mi, na, az alja is. Rossz, tehát a kesztyű meg a felső nem ugyanaz, mint a sisak meg az alja. Na most divatolunk egy kicsit. Na, nézzük. Oké, ez egy lépcső lefele. Ez meg egy láda. Archive Tower Giant Cell Key.
Akkor ez volt az a... Ami nem nyílt ki. Giants. Hát valami nagy cella. Ez meg az ember lesz. Okay. Jó. Szuper, szuper. Megvan az ember. Volt még? Prism Stone. Na, az még majd kíváncsi vagyok, hogy mire jó. Na, visszamegyek, mert mondtátok, hogy még egy itt maradt. A, itt van. Nagyon fura a fény. Érdekes. Ha már itt voltunk, akkor meg is öljük. Jó, na most volt annyi eszem, hogy kivettem belőle a cuccot. Na, akkor megyünk tovább. A létre a gyengéknek való, az a helyzet. Jó, kijöttünk ide az udvarra. Hello! Figyelj, már nincs egy cigid. Buszjegyre kéne. Mintha ezek a kristály emberek erősebbek lennének, mint a... Amik voltak. Ott a... Dark Root-ba. Hány szálat kérek? Hát én már nem dohányzok. De ezek csak ott állnak? Nincs ott semmi, akkor nem megyünk oda. Valamelyik nap azt elmondtam, hogy cigarettázok. Fölébredtem, még ilyen kis lelkiismeret furdalásom is volt. Nézzük már meg ezt is. Ez is heavy armor és... Hát... Physical damage-re elég jónak néz ki. De ez se lesz jó nekünk. Nyilván. De menőn néz ki ez is. Na nevermind, az mondjuk vagány. Hogy cigivel zsebébe szokott le. Nekem sokat segített az a leszokásban, hogy körülöttem senki nem dohányzott. Nekem a kollégáim se dohányoztak akkor. Ugye az egyetemen, tehát ott igen senki nem, talán egy oktató kolléga dohányzik, akit így, hát akiről tudok, hogy dohányzik. Hűha! Szóval... Nem volt az, hogy ó, gyere már ki cigire.
otthon se dohányzott senki. Vagy itthon. Itthon, otthon. Na mindegy. Úgyhogy... micsoda hely. Még egyelőre nem megyünk. Szóval nem volt kísértés. Hát meg elhatározás kérdése úgyis. Eldöntött, hogy leszoksz. Az kész. Persze ettől még nem könnyű. Jó, erre nem lehet jönni. Hát akkor gondolom itt lefele kell jönni. Itteni boss még nem volt meg. És akkor az a Crystal Cave. Arra lefele akkor ezek szerint. Ja, igen, meg a börtön alja. Ja. Hát igen, az kérdés, hogy azt a bosst hogy fogjuk megölni. De akkor most... Menjünk vissza. Hát gondolom. Jó, akkor visszamegyünk. Hát igen, itt volt a kulcs, azt fölvettük. Akkor a börtön aljába bemegyünk. Mondjuk a bosst még mindig nem tudom, hogy üljük meg. Láttátok, ott kapaszkodott a lépcsőbe a hulla. Hát, oké. Okay. Jó. Hát leülünk. Szerintem mondjuk szintet lépni nem tudunk, de mindegy. Ennyi szava biztos nincs nálunk. Most gondolkodok, szerintem nem tudunk oda átvarpolni. Nem. Stone Dragon. Az se itt van. Jó. Ez a legközelebbi bonfire. Csak el kéne találni oda. Itt visszafele kéne menni a erkélyen. De hol van az az erkély? Az a másik teremben volt, ugye? Azt hiszem. Igen, tehát ebben a teremben volt. Lift ez fölvisz. Igen, hát igen, fölvisz, igen. Ide kell jönni. Na várjatok. De ha most megöl, akkor megint a bőribe kötünk ki? Mert... De hogy jutottunk? Nem, az erkélyen kéne a börtönbe bemenni. Na most meghalunk, szerintem nem börtönbe lyukadunk ki, de... Még nem is akarok nagyon meghalni, mert hogy 20 000 szó van nálunk. Itt meg most nem fogjuk tudni megint megölni.
Ez hogy... Tehát itt... Az a bajom, hogy... Valami, mintha még hiányozna az, hogy... Hogy meg tudjuk ölni. Minden, most meghaltunk. Jó. Hát így is jó. Csak elvesztettük a szólt. Jó, hát akkor mindegy, leülök. Csak hogy visszatöltődjön az Estus, aztán... Lemegyünk. Egyelőre még várnék ezzel a bosszal, hogy valami még kell ahhoz a bosshoz, mert tehát úgy látszik, hogy el van szeparálva. Tehát, hogy nem tudunk hozzá közel menni. Gondolom van valami eszköz kell. Vagy valaminek meg kell történnie ahhoz, hogy közel tudjunk menni. Na mindegy, menjünk le, nézzük meg, mi van abban a nagy cellába. És akkor meglátjuk. Ben vagyunk. Fire keep us all. Oké. Oké, tehát akkor a farkát kell ütni a bossnak. Hát na jó, és mi tudjuk használni a Moonlight Greatswordot? Megölni a Crystal Caves után. Akkor Crystal Caves. Jó. És oda nem tudunk átmenni. Ja. Oké. Akkor menjünk először a Cavesbe.
Meg a Moonlight az magic-es, ugye? Jól tudom. Meg a Moonlight Greatsword az minden Souls game-ben gyakorlatilag benne van. Intes, ah. Tehát ez egy tényleg olyan, hogy... Hát arra emlékszem, azt a Demon's Souls-ba is felvettük a... Ott annál sok-sok slagnál volt. Tehát ott a, azoknál, hát Mestrencsiga vagy micsoda. Elden Ringbe is volt. Mondjuk arra már nem emlékszem, hogy hol. Hova megyek? Most gondolkodok, hogy hova kell menni. De valószínűleg nem erre. Runny questes volt, aha. Azt az R2-t keresem, ahol a... Igen, ott arra kell menni. Kérdezhetnétek, hogy akkor mit keresek itt? Ez túl magas itt? Nem. Mit keresel itt? Oké, majdnem meghaltunk. Jó. Na és akkor itt a lépcsőn lemegyünk és ott is van. Ja, a bajt keresem, így van. Jó, ott a bonfire. Oda gyorsan leülünk. Direkt rakták úgy azt a széket, nyilván. Jó. Na és akkor itt a shortcuton szépen kimegyünk, és lemegyünk a Crystal Cave-be. Ne fejlesszük Krisztalra a kardot? Akkor mire fejlesszük tovább, vagy... Ja, nem lehet javítani, csak upgrade-del. Hát igen, az... Tényleg, hogy áll a... Na, várjatok. Arra is kéne figyelni, hogy durability hogy áll. Következő bonfire-nél javítani kéne.
Reméljük itt a Crystal képbe lesz. Regular maradhat, de akkor tudom plusz 20-ig fejleszteni valahogy. Inkább menjünk-e most kijavítani a kardot, nem? Megoldottuk. Hát annyi szólt nem akartam használni sejteni. A 90 kellett, megöltünk egy kis mobot, azt ennyi. Kaptunk egyet. Olyan Bud Spencer-es pofont. Itt csúszik? Oké. Hát nem arra megyünk. Hanem erre. Mekkorát tudnak ugrani? A meglepő. Ez a meglepő, mint amikor kiderül számodra, hogy a tehén tud úszni. Csak nem ugye nem látszik rajta. Úgyhogy az elefánt tud úszni. Ők is ellenségesek amúgy. Nem tűnnek annak. Ott egy üzenet.
RGB is. Hát gamer, szóval muszáj annak lennie. Ennek még nagyobb volt a pecske. Hűha. De amúgy erre kell jönni, vagy... Ez valami opcionális útvonal. Semmi baj. Fall Guys. Hát ez egy ilyen terület. Minden Souls game-be kell egy olyan terület, ahol azon bosszantod föl magad, hogy leesel. Steak of Marika. Amúgy a Steak of Marika is jó lenne. Vagy Skate of Marika, na az még jobb lenne. Hát az adásod. Hát szomorú, hogy eltűnt a cucc, de hát itt simán csak átmentünk egyenesen. Ja. Meg itt is. Itt is vagyunk. Ah, csak bementem egy ilyen titkos itemet fölvettem. Nem is olyan titkos.
ahogy Nevermind mondja, megöltünk 6 bosst, volt 2 új area, meg 3 ending, de nem maradt el semmiről. Nem akarok róla beszélni. Igen, ott fönt, de hogy megyek oda föl? Így nem, így lefele megyek, nem fölfele. Oh. Oké. Na, itt vagyunk fent. Daemon Ruins van tovább. Nem. Hát lávás részen voltunk. Ott ugye végig is mentünk. Egyébként Sheritadri erről maradt el, hogy itt bementem. Tehát itt eljöttem, és ott volt egy item abba a testjübe. Ennyire maradt el le. Csak erre lehet jönni. Én úgy gondolom. Erre nem. Innen hova tűnt az enemy? Mondjuk ezt az aranyszín... Ilyen aranyszínű volt egy ilyen föntebb is.
Ha sincs bármit, na mindegy. Nem respawnolt. De ha ott van fönt. Csak át lehet ott menni valahogy. Hát visszamegyünk egyel akkor. És akkor innen. Hát ezt elszalasztottuk. Oh, shit. Akkor menjünk kifele. Nem vacakolok itt. Próbáljunk haladni, mert az, hogy állandóan leesek. Csórit itt már megöltük, hogy 30-szor. Jó, akkor menjünk ott a... Hát, megpróbáljuk fölvenni a szólt, bár nem tudom, hogy hova tesz ilyenkor. De valószínű a semmibe. Mármint, hogy a láthatatlan padlóra. De mindegy, azt fölvesszük, és akkor... megyünk tovább. Nem vacakolok. Aha, látjátok, ott lebeg a semmi közepén. Jó, azért még elmegyünk. Is volt, hogy itt le. Ó, mondjuk, ha
ha már így alakult, akkor ezt fölvettük. Jó. És akkor itt egyenesen kellett menni eddig. És itt meg vissza. És ott még... Igen, ennyi. Jó. Kész, megyünk tovább. Bátra ki a szerencse, vagy ahogy a klasszikus mondaná, legyetek a bátorak. Oké. És akkor itt lesz Bosch. Halló! Ilyenekkel már találkoztam. Elfogyott a stamina, de nem baj. Kicsit, mintha sokan lennének. És vagyunk. A botokkal ne foglalkozzatok. Na, lássuk. Hát csak kéne akar, nem? Még akkor is, ha nem tudjuk használni. Fogadjunk, nem ez az, hanem a másik. Állj meg! Nem sebzek rajta semmit. Na jó. De még nem sebzek rajta semmit. Jó, valószínűleg nem így kell.
Van nagyobbik farka? Ja, hogy ott hátul. Ez. És a hegyét kéne? Meg fogunk halni. Meghaltunk. Pillanat. Kell a cursed bite ring? Mert semmit nem sebeztem rajta egyébként. Próbáltam ütni a farkát. Igen, azt láttam, hogy körzöld, bár különösebben nem, tehát annyira nem volt azért vészes. De az valóban jó lenne, nem attól halnánk meg, mert... Hát jó. Láttátok, hogy ütöttem a farkát? Jó, valószínű a hegyét kéne. Szerintem rosszul pozícionáltunk. Lehet, hogy kicsit kintebb kéne húzni, hogy... hogy elérjük a farka végét, mert benne volt a... falba. Vagy nem? Akkor melyik farkát kell? Ja, szét kell csapni valami kristály. Igen, ott mondjuk hátul volt valami. Na, viszont még megnézzük. De az a jó, hogy nem olyan vészes azért az út. Út? Milyen út? Hát igen. Oké. Hát igen, tényleg szörnyű, téli szörnyű, ez... Hát lehet, hogy őket most így... Hűha! Majdnem kialakult egy borsodi szitu. Ott van valami, látjátok? Szétvertük. És akkor most kéne a nagy farkát ütni. Hát igen, ő is fordul, az a helyzet. Na, álljál meg!
Szétverés előtt. Hát de... Tehát le tudom csapni a farkát, mielőtt szétverném a... Hát igen, mondjuk... Értem, hogy miért írja, mert... Ha véletlenül kinyírod, akkor utána ennyi volt. Tehát... Több lehetőséged nem lesz. Tehát a hegyét kéne... Tehát van hit. Jó. Rás szólsz? Nem. De, na, igen, én is arra gondolom, hogy fegyver, tehát nem a... A boss nem öljük meg van hittel, oké. Okay. A fegyó kéne, amúgy. Nem ez a faroklevágás, ez visszatérő elem itt. Több fegyverünk is van ebből. Game of Thrones. Mert volt ilyen? Már nem is emlékszem. Volt ilyen elem. Nekem a Spartacusból rémlik ilyen elem. Na, a Spartacus láttátok-e? Sokaktól kérdezem is, és nagyon kevesen látták. Spartacust. Pár részt. Akkor ezek szerint nem tetszett. Ha jól értem. Nem a filmet. Sorozatot. HBO. Nem férek hozzá! Add a farkad! Bármilyen furán is hangzik ez. Látjátok, hogy megfordul? Most ötletem sincs, hogy mi történt, gondolom csapkodott a farkával. Hát, nevermind, erre nem emlékszem. Elhiszem neked, csak nem emlékszem. Valami rémlik. Valami rémlik, de... Teljes bizonyossággal most nem tudnám azt mondani, hogy igen, emlékszem rá. Ideje újra nézni? Hát igen. Az első 5 évadot. Spartacus egyébként szerintem érdemes megnézni, ha javasolhatok. Mert szerintem elég menő.
Ugye ott volt egy kis kavarodás, mert a... Hát kavarodás. Ugye az első évad lement, és ott meghalt a főszereplő. Most ilyen részleteket nem tudok, mindegy is, mert nagyon bulvár lenne. Szóval... ugye a főszereplő kicserélődött. De nem lett hátrányára a dolognak, szóval... Mint úgy érte, hogy az új főszereplő sem volt rossz. Na. Csak mondom, hogy ott volt egy kis kavarodás emiatt. Hol a szól? Ott is van! Na most gyeretek, keszeg! Hol a szól? Lehet elvesztettük el, azért nem látom. Na mindegy. Kösz a kardot, Szotyi. Na, itt van a szól. És még adott 60 000-et ő is. Na. Oké, és még szerintem még tudunk egyet. Hát... Talán... Mennyi kell? Még 3100. Hát, talán ennyi meg lesz. Ó, nagyon jó. Szuper. Jó. És akkor most... Akkor ez volt a... Az a boss, ami a bőribe volt fönt. Most akkor mi van ott fönt? Vagy nem a bőribe, hanem a... Na, tehát ott. Vagy ez nem az volt? Oda nem tudunk elvorpolni mi. De. Jó, és akkor itt... El kéne jutni a lifthez.
ami a másikban van. Ugye? Már nem itt van a lift. Nem. A másikban. Hova lőtt? Igen, itt van a lift, ugye? Csak egyen föntebb. Igen. Itt tudjuk hívni. Csak nézzük meg, hát ha van ott valami item, vagy valami. Vagy csak simán meghalunk. Itt egy láda. A large magic ember. Ember. És akkor itt körbe tudunk kuksizni. Az persze lehet, hogy semmi nincs itt, de... Item van. Titkos fa? Nem. Titkos fa? Nem. NPC? Hol? M. Milyen M? Hát itt úgy tűnik, hogy ennyi. Jó, volt ember. Szól, ennyi. Jó. Na. Mi lesz a következő? Mi van a Duke's Archives után? Nagy boss. De nagy boss hol?
Demon Ruinsban nagy zárt ajtó. Ja, de a... Tehát a lávás rész után, vagy... Gyökereken mentünk le. Oda a izétől vitt le lift, ugye a Chamber of Princess-től talán. Nem. A pókjány, melyik a pókjány? Daughter of Chaos. Igen, és innen vitt le lift. Erre gondolsz? Mert nem nagyon mászkáltunk, az az igazság. Ugye, azt hiszem, erről jöttünk be. Talán. És erre lehet tovább menni. Hát, pont nem, mert pont arról jöttünk. Na mindegy, mindjárt kiderül. Körbejárunk, és akkor megnézzük. De lehet, hogy erre jöttünk be. Hát... Mindegy, jövünk erre. Úgy tűnik erre kell amúgy. Jövünk erre lefele. Gyanús, hogy itt már voltunk. Igen, itt biztos, hogy voltunk itt. Már csak azért is, mert be volt aktiválva a bonfire. Hát, megnézzük arra, mi van. Itt nem tudtunk tovább menni. Megnézzük, mi van itt. White light. Oh. Hát ez remek. Szimpatikus fiatalember. Kicsit sok itt a láva, nem?
Ad majd láva elleni gyűrűt? Hát ez remek. De van ilyen tűzálló cuccú, nem? Sőt, az volt rajtunk alapvetően, nem? Hát, Fire Death. Mondjuk az nem láva. Tehát ez, ami eleve rajtunk volt, sokáig ez aránylag jó Fire Death, de nem, ez nem láva. Fireplate ring, hát igen, azt még be lehet tenni. Flame Stoneplate. Akarod mondani? Ja, és ezt használtuk is, amúgy. Hát, hogy mennyit ér? Mondjuk legalább itt van a Bonfire egyből. Még ez, hogy one-shot volt, mondjuk nem voltunk full HP-n. Az is igaz. Csak ezt hogy kéne? Kicsit körbe szaladok, hát ha... Föl kéne venni. Green Titan Art Shard. Hát... Megpróbálom ide csalni. Nem biztos, hogy... shit. Még nem ütöttem meg egyszer se. Az a helyzet. Na. Levágtuk a farkát. Kaptunk egy gyűrűt. Na, meg is van.
Jó. Hát, levágtuk a farkát, mondjuk... Nem terveztem. És mit adott? Orange... Jó. Gondolom nem nullázza a láva damage-et. Hát de... Gyakorlatilag nullázza a láva damage-et. Oké. Hát csak körbenézünk. És akkor most már föl tudjuk majd venni, szerintem ott emlékeztek, volt egy item, hogy próbáltunk fölugrálni még korábban. Nem sikerült, most már akkor valószínű azt föl tudjuk venni. Jaja. Hello! Mindjárt jövök, csak... tudod... Szevasz! Ó! Why? Őt ismerem. After all this searching, I still cannot find it. Soler, aha. Why? After all... De mit keres? Már el is felejtettem. Human formba tudott volna segíteni. Hát megoldottuk. Ott látok élő lényeket. Jó, nagyok. Lost Isolate. Na, pillancsunk rá a helyre. Csak röviden. Olyan békésnek tűnnek. Én nem akarom őket zargatni, ha nem muszáj. Oké, okay, ez nem biztos, hogy jó, de nem baj, elszaladunk. Semmi baj. Thank you.
fejetlen démon mögött lesz. Jó, ide nem lehet bejönni. Ezt csak ha esetleg erre járnátok, akkor tudjatok róla. Merre kell menni? Hát, mintha arra fölfele lehetne. Nem volt fán. Okay. Itt van valami trap. Hát ez nagyon jó. Ne halljak meg, jó. Ez egy praktikus jó tanács. Eddig jók vagyunk. Hát... Ez mi volt? Ott, mintha lenne valaki. Hát már nincs. Füstkapu. Előbb elnyújunk erre. Itt lehetett lefele jönni.
És ő nagyon fáj, amúgy. Anyád. Bocsánat. Gondolom nem egy népünnepé. Lehet két hét. Ah. Mármint én neki, vagy ő nekem. Megnézzük. Legyetek bátorak. Hát olyan békésen hesszelő is amúgy. Tudom, nem kéne. Hát igen, máshova kéne valószínű dodge-olni. Igen, máshova kellett dodge-olni. My very own son. It's over. My son. It's setting. It's dark. So dark. Are you me? Jó. Meg akarom én ezt érinteni? Shortcut. Mi vagyunk a rovarírtók. És a... Igen, erre emlékeztem erre a falra.
De erre most nincs... Na, hova lyukadunk ki? Ó, tudom. Hagyjatok. Itt lesz egy bonfire fönt. Ha jól emlékszem. Demon Fire Sage. Nem. De ha megengeditek, én most leülnék oda. Demon Fire Sage. Az, amelyiket le kellett a szakadékban, amelyik kapaszkodott, és meg kell ütni a kezét, hogy leessem. Nem ő. Demon Fire Sage. Fú, nem tudom. Nem emlékszem. Humanity-vel vissza tudunk menni human formba, illetve hogyha van nálunk egy csomó, akkor bizonyos eventeket tudunk triggerelni. Na várjál. Arra? Megnézzük. A póklánya akarok beszélgetni. Majd. Azt még ma mindenképp megnéznénk. Ott akkor trédelni kell a... Valamit? Léphetnénk szintet. Miért nem léptem szintet? És akkor a Witch Ring... Ah, oké. És a... Snuggly van a... Az elmegyógyintézetbe. És oda most már tudok warpolni, vagy még mindig a fészekből kell menni? Na mindegy amúgy. Talán megy a warp. Na, most már a HP-nk is jó. Na, megnézzük, hogy itt mi van. És akkor utána elmegyünk trédelni. Majd beszélgetünk a póka. Húha, ez csodálatos volt. Kukac Petivel nem vacakolunk. Jó, na és akkor itt fel a lépcsőn.
Ezeket megöljük. És akkor itt egyenesen... Itt kellene lennie. Itt. Hát... Fú, ezt nem tudom. Akkor meg volt? Jó. Ja, lehet... igen, szerintem itt valakivel harcoltunk, az tuti. Nagy tüzes volt. Jó. Akkor átvorpolunk a... elmegyógyintézetbe. Trédelünk, és veszünk a pókernyal. Ha meg nem lehet az elmegyógyintézetbe vorpolni, akkor meg... menjünk a Firelink Shrine-tól. Tehát a fészektől. Vagy itt hamar odaérünk. Jól emlékeztem. Hello! Estus plusz 4. Megnézzük. Nem, még mindig plusz 10. Valami még kell ahhoz, nem? Szasz. Ennek majd utána olvasok, hogy... hogy mi kell még ehhez. Visszajövünk, megcsináljuk. To increase the amount to 10. Na de itt most is 10. Ez nem a, nem más bonfire-öknél van, ahol amúgy 5-öt kapunk? Rite of Kindling. De olyanunk meg nincs. Temetős boss anyja. De az meg... Az elérhető már nekünk, vagy... még korai?
Gály szerint még korai. Jó. You give me warm, give me soft. Na és akkor ide csak tegyem le, ugyanúgy, mint... Opa, ezt akartam. Hol van? De csak én nem látom. Nem biztos. Ja. És drop. Oké, és akkor... hogy is volt, hogy... Nem így. Akkor várni kell? Volt dialog, igen. Mármint amikor idejöttünk. Ja, kell egy reload. Hát remélem nem vészel. Jó. Na, és akkor most megyünk a pókjányhoz, és akkor beszélünk vele. Semmi baj. Minden rendben. Tudtam egy rövidebb utat, na. És akkor gyűrű. És akkor. Quelag, my dear sister. Quelag, what is
I am afraid it may be too late. I am so sorry, dear sister. I'll be fine. I have you, dear sister. But promise me that you will take care of yourself. Hát... Oké. Okay. Hát, Quillák sajnos... Sajnos már... Hát na, értitek. Jó. Szuper. Na. Igen, csak meghúztuk, haladtunk rendesen. Viszont ma megállunk. Várjátok. Elmentem. És akkor folytatjuk majd. Hát, valamikor jövő héten. Most nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor, de folytatjuk majd. Holnap egy kis lazítós Terranil este. Megnézzük most már tényleg a következő mappot, ugye a Tundrát. Múltkor már ígértem, de az elmaradt. Úgyhogy most azt fogjuk megnézni. Vasárnap szünet, a jövő heti programot meg majd valamikor kiírom. Valamikor. Na, én nagyon szépen köszönöm a mai esti figyelmet, ma ilyen hosszabb stream volt, ahogy ígértem is, kicsit ilyen hosszabb sörözgető, és kicsit úgy a Dark Souls-ra is haladtunk. Volt egy csomó boss fight, meg területfelfedezés, meg minden, úgyhogy jól haladtunk. Sejt Adri, köszönöm szépen a csírt, nektek pedig a figyelmet, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, én kívánok nektek további kellemes estét, és kellemes hétvégét. Találkozunk holnap is. Sziasztok!